bevezetik az éjszakai repülési tilalmat Budapest felett. Augusztustól bevezetik az éjszakai repülési tilalmat Budapest felett. Éjfél és hajnali 5 óra között. A mélyalvási időszakban nem szállhatnak majd fel és lerepülőgépek a Liszt-Ferenc repülőtéren. Az erről szóló megállapodást Tarlós István főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelentette be kedden sajtótájékoztatón. Tarlós már korábban is belengedte az ötletet. A légi közlekedési és repülőgépipari tanács ülése után tartott. Április 23-ai sajtótájékoztatón a főpolgármester azt mondta. A miniszter ígérete szerint augusztustól biztosan működik majd az éjszakai repülési tilalom. Lehetnek azonban rendkívüli helyzetek, amikor abban az időszakban is leszállási lehetőséget kell majd biztosítani repülőgépeknek. Palkovics László állítólag arról is beszélt, hogy szankcióként zajvédelmi díjat fognak bevezetni, valamint az érintett lakosság számára újból meghirdetik az ablakszigetelési programot.